Bűnösnek találta emberölés büntetének kísérletében a kaposvári törvényszék ma a Balcsi lövöldözőt. A 40 éves horvát férfi még 2000. augusztus 18-án a késő esti órákban Balcson a Koko Bongó pár előtt keveredett szóváltásban sértett el, aki kést rántott. A vádlott ekkor rálőtt a férfire, a kezét és a lábát is eltalálta. A bíróság 3 év 6 hónap börtönbüntetése ítélte a horvát férfit. Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, a vádlott és védője azonban fellebezett.